Köszöntöm a nézőket, és üdvözlöm a stúdióban Holló Istvánt, a Jobbik önkormányzati képviselőjét. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. És amiről most beszélgetnénk, sok minden témát írtam én itt össze magamnak, de azért először talán beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye most már több mint fél éve alakult meg az új önkormányzat itt a városban. Ön hogy látja ezt az eltelt több mint 6 hónapot? Mennyire elégedett a döntésekkel? Mik voltak azok, amikre ön úgy gondolt, hogy nem tudja megszavazni a testületi üléseken? Köszönöm szépen a meghívást, és a nézőket is köszöntöm. Megtisztelve érzem magam, és megpróbálok a lehető legjobb válaszokat adni, a lelkiismeretem szerint legjobb válaszokat. Nem kerülgetném nagyon a forrókását. Még nincs annyi idő mögöttünk ennek a képviselőtestületnek, hogy messze menőkig lehessen igazán megalapozott véleményt elmondani. Ami a elmúlt fél évben történt, az ilyen szárnybontogatás, meg a útkeresés, meg hogy hogyan, mit vettünk át, és merre haladjunk. Most, talán mostanra érett meg a helyzet arra, hogy tényleg elkezdjünk lépéseket az úton, lépéseket tenni és haladni, bár minden elmulasztott vagy elszalasztott hónap kár, tehát lendületbe kellene hozni ezt a gépezetet, amit önkormányzatnak hívunk. Ennek megvannak azért a maga gátjai, meg a maga adminisztratív feltételei, mert egy csomó mindent végig kellett, záró mérlegek, nagyon sok ilyen száraz dolog, ami nem éppen a legszívet... Ami átadás, átvétel, így van, tehát az csak tényleg a munka része, ami nem látványos. Nekem az a véleményem az elmúlt időszakról, amit már többször elmondtam, hogy a Fidesz KDNP túlsúlyban van 9 képviselővel. Nyilvánvaló az ő akaratuk fog érvényesülni ebben a munkában leginkább. Nyilvánvalóan beemelik az ellenzék bizonyos észrevételeit, ami ezt az egész politikai helyzetet egy kicsit közelebb hozza, és tényleg átláthatóvá teszi ezek a szándékok. Az átláthatóság az, hogy nyilvánosságomra hoznak dolgokat, az remek. Csak ugye ez olyan nyelvezeten készülnek bizonyos előterjesztések, meg határozatok, amit azért négyszer el kell olvasni. Most nem várhatjuk el az emberektől, mert ugye úgy képzelik, hogy hazamennek mondjuk 2 óra utazás, 8 óra munka után, viszik a gyereket, és leülnek, és az interneten is elkezdik nézni a határozatokat. Nem életszerű dolog, hát nézegethetik végső soron, mert lehetőség megvan, de nem hinném, hogy valaki ott most a számítógép előtt ül, és ezt folyamatosan figyelemmel kíséri. Nem is egyszerű. A lényeg nem ez. Tehát a lényeg az, hogy a Fidesz-KDNP túlsúly az egyértelmű, és a város, a felelősség is nyilvánvaló. A várost ők vezetik. Az ő szándékuk, az ő akaratuk teljesül. Van egy frakciófegyelem. Érdemes elmondani a nézőknek és elmondani mindenkinek, hogy a frakció kialakít egy álláspontot, és azt az álláspontot képviselik. Ha az ellenzék nem ért ezzel egyet, akkor körülbelül úgy néz ki, hogy 9 ember a frakció, a Fidesz-KDNP frakció, és 5 az ellenzék. Na most a 5 a 9-hez esetleg elmondja az észrevételét, megváltoztatni nem tudja. Az elmúlt időszakban sok olyan döntés volt, aminek a döntési, tehát a kivitele, tehát eldöntettek dolgokat, és ezt végigvitték. Ha nekünk nem tetszett, legfeljebb elmondtuk, hogy mi nem tetszik, de az ő akaratuk érvényesült. Ez személyi kérdésekben, tárgyi kérdésekben, folyóügyekben, ők vezetik a város, ezt tudni kell. Mi nekünk csak annyi jutott ebben, hogy el tudjuk mondani, amit látunk ebből a dologból, az kétségtelen, hogy bevesznek sok mindent a városvezetés, az ellenzék észrevételeiből. Hát itt a
Jobbiknak kisebb súlyú ellenzéke van, úgyhogy én elmondom több előterjesztésben is, hogy milyen lehetőségeket látok, de hát ezt nyilvánvalóan meghallgatják, majd kipipálják, tehát nem jut a dolog el odáig. Épp most mondtam el, hogy van egy helyzet, ugye az a lámpa kérdés, ami megint csak ugye izgatja, és teljes joggal a közvéleményt. És tehát az a véleményem, hogy ugye a lámpákat, erről van szó, ez most egy ügy, ezen keresztül szeretném ugye elmondani, hogy ez most hogy is néz ki. Lámpákat össze kell hangolni, nyilvánvalóan tumultus van, áll a sor, 11-es út, egész Szentendrét bénítja, de azért hol van a mi felelősség? Mert mindig látjuk, hogy hát még nem csinálta meg a közúti igazgatóság ezt a műveletet, az nem csinálta, és mindig nem csináltak meg. Kezdeményezni kellene az intézményeknek azt a logikai szálon futó lépcsőzetes kezdését, vagy időbe valamennyire eltolni, tehát ezeket végig kellene gondolni, és ezeket tárgyalni kellene róla, hogy ne alakulhasson ki. Nincs jó szervezve. Valami nincs jó szervezve. Tehát az ember megy az úton, mert dolga van. Akkor megy, amikor a dolga van. Ha mi úgy szervezzük az életét, akkor tumultus lesz belőle. Tehát nekünk ez a példa arról szól, hogy a felelősségünk az, hogy ami nem jó, azt bizonyos döntésekkel jóvá tegyük, és a technikát nem segítségül hívjuk, de nekünk kell kialakítanunk azokat a helyzeteket, amiben a technika segéd, a polgárok partnerek, és hogyha működik, akkor a dolog rendben van, vagy esetleg a másik példa. Tehát ezret tudnék hozni, de csak a bicikli út, ez így megint, amit beszéltünk róla. Tehát biciklis forgalom a 11-es úton. Magam részéről azt mondom, hogy nem a legszerencsésebb, találjunk más megoldást. Vannak rá lehetőségek, mert a bicikliseknek jogos igényük van, hogy szeretnének eljutni A-ból a B-be, viszont nekünk meg jogos igényünk és felelősségünk, hogy lehetőleg nem mentővel tegyék ezt, hanem a biciklijükkel. Ezeket végig ki kell dolgozni bizottságokon keresztül, döntéshozatalon keresztül, szempontokat számba venni, és eszerint tenni ebben partner, tehát azt nem mondanám, hogy ez nem kategorikusan nem, de a végső döntést azt akkor is a hatalmi szóval ők fogják meghozni. Erre volt egy jó példa, ugye hát nagyon fontosnak tartotta, hogy szót emelt két cég intézmény vezetőjének leváltása ellen, és az egyik ugye Kálnoki Gyöngyösi Márton volt a Ferenci Múzeum igazgatója, illetve hát Kró József, akit a BSZRT éléről váltott le a város. Ezt ön miért tartotta fontosnak, hogy szót emeljen az érdekükben, és itt mennyire érezte az együttműködést a többségben lévő Fidesz városvezetőkkel szemben? Én egyszerű, azért tartottam fontosnak, mert a jó ízlés és a tisztesség ezt mondatta velem. Azt tisztázni kell, hogy nekem egyik szereplő sem barátom, nem járok vele, és azt tudom, hol laknak. De viszont láttam azt, hogy, és nincs semmilyen érdekeltségem, tehát az égvilágon. Azt viszont láttam, hogy a papírokból, meg az egész testületülésben, meg még a bizottsági részében, mint 4 évig bizottsági tag voltam, hogy egyszerűen jött egy olyan helyzet, hogy őket emeszteni kell. És kérdeztem, hogy hát miért? Mert nem tudunk velük együtt dolgozni, fiatalítani kéne, nem felel meg. Rendben van, ez is lehetőség. Bár egy kicsit sántít, mert emberekről beszélgettünk, nem egy tárgyról. Na most ezt eltesszük, innen jobbra tesszük, balra tesszük. És nyilván van mindenkinek egy múltja, egy olyan munkássága, amit maga mögött hagy, és ez az egész egymásra épül. Így fogni, és azt mondani, hogy most köszönjük, nem kérünk ebből ennek az embernek a munkájából. Lehet ilyet is csinálni, ennek is megvannak a fokozatai, a hogyanjai, meg ami fontos, hogy indokolni. Miért? Tehát az az ember, aki még fél éve, vagy 2 hónappal ezelőtt minden rendben volt, és csinált, tette a dolgát, egyszerűen megvonják tőle a bizalmat, mert csak ez kevés. Azt, hogy én arrébb teszem azt a poharat, mert csak úgy gondolom, az rendben van, mert az egy pohár víz. De ők emberek. Na most a Kálnoki úr is, én úgy láttam, hogy érdemtelenül élte meg, arról nem is beszél, hogy mennyibe kerül a városnak egy ilyen vezetőváltás, fölöslegesen, ugye. A Kró úr
én felügyelőbizottsági tag voltam a VSRT-nél, és ez most nem a reklám helye, és nem dicsérgetem, de a VSRT-ből egy tüktig városi céget csinált, ha bemegyünk, én bementem többször a kapuján, rendet látunk, rendszer van, térfigyelő kamera, közvilágítás, rendet csinált. Lelkiismeretesen, tisztességesen tette ezt, és egyszer csak fog, az volt a döntés, hogy új igazgató kell. Na most, ha valami, én megkérdezem, valami rosszat csinál, vagy olyan dolog van, ami miatt ezt meg kell lépni, ezt a váltást, és ez a város érdeke, és tényleg arról szól a történet, hogy ez a vezetés már kihozta magából mindent, amit lehetett, akkor azt mondom, hogy értem, de ez nem így történt. Tehát a koncertó program, ami a lakótelepi házfelújítás, hőtakarékosság, energiatakarékossági projektje, az pont részben a Kró Józsefhez köthető, több más emberhez is tisztelt mindenkinek, és dolgoztak rajta, és ez az egész folyamat tulajdonképpen mehetett volna lépésről lépésre tovább rengeteg feladattal, és ez így most megszakadt, mert úgy döntöttek, hogy ez most éppen nem jó. Na most azért mondtam a tisztességet, meg az emberséget, mert az indokok között olyan érvet nem hallottam, amire azt mondtam volna, hogy hát igen, megnyomom a gombot, és tényleg menjen a Kró, vagy a Kánoki, vagy bárki. Tehát az üzenete a dolognak az, hogyha bárki mással előfordul, az a minimum, hogy egy választott tisztségviselő, egy képviselő kérdést tegyen föl, és szót emeljen. Ez esetleg a iskolában főző szakácstól a kulturális intézmény vezetői, ha eljut odáig, meg kell nézni, hogy mi történt, hogy történt, miért történt, mi az indíték, mi az ok. Ez a alapkötelességünk ebben a tekintetben. És ugye, amikor tárgyalta a testület Kró József munkaviszonyának megszüntetését, akkor ön kezdeményezte azt is, hogy kapjon ő is egy jutalmat, mint ugye korábban az elődje, amikor távozott, jutalmat vehetett át a várostól, és ha jól tudom ezt, akkor ott meg is ígérték önnek, hogy ebben történni fog valami, ebben történt előrelépés azóta van. Hát, ebben semmi nem történt, és azért egy testület, hogyha azt mondja, hogy később tárgyaljuk, akkor megy a Kró József le fog köszönni, már átadás átvétel van a VSRT-nél, azért legyen annyi szavahihetősége, hogy akkor ezt újra tárgyalja. Igen. Nem történt meg, én most beadtam előterjesztésként, hogy a Kró Józsefet anyagi elismerésbe és erkölcsi elismerésbe részesítsék. Ez az előterjesztés bement, hogy miért. A Kró József nem vett föl prémiumot soha. Egy fillért se. A igazgatói regnálása alatt egy kollektívát épített ki a VSRT-n belül. Én megkérdezgettem embereket, mi a véleményük. Pozitív véleményük volt a keze alatt dolgozó embereknek az igazgatóról. Ez nem jellemző általában. Az igazgató az mindig a hatalom akaratát közvetíti. Kró József megoldotta azt, hogy ő tulajdonképpen becsülik az emberei. Megérdemli, mert olyan sok minden dolgot tett meg kötelességtudatból a városért, hogy ez nem azért, olyan sok pénz van, és csak dobálni kellene a pénzeket, hanem azért, hogy aki tesz valamit érte, aki áldozatot hoz, az kapjon érte rendes fizetést, és kapja meg azt az erkölcsi és anyagi megbecsülést, amit megérdemel. Na most én az előző igazgató szintén szerintem elég, hagyd ne ítélje meg, ő elvégezte a munkáját, maradjunk ennyibe, és kapott érte prémiumot, amikor elment a városi szolgáltató élére. Na most az a kettős mérce, hogy az egyiknek adunk, a másiknak nem adunk, és az előterjesztést pont az a frakció szavazta meg ezelőtt 2 évvel, aki most nem akar a Kró Józsefnek adni prémiumot. Azt az ember igazságérzete nehezen dolgozza föl, hogy ő neki jár. Igen. Ott volt 3/4 évig, 1 évig. Ő neki nem jár, ő ott volt 2,5 évig. Megint csak a példa, hogy bárkivel megtörténhet, ne történjen meg. Tehát a kettős mérce alkalmazása az egyik legnagyobb hiba vezető és egy testület részéről.
És ugye egy másik téma, de hát szintén ez is elég régóta húzódó ügy, ez pedig ugye a turulszobor felállítása, ami azért most már folyamatosan visszatér a téma testületi üléseken, de hát arról még mindig nincs döntés, hogy hol állíthatják fel ezt a szobrot, amit ha jól tudom, akkor ön készítetett el. Hát sok lelkiismeretes ember adományából készült. Én is hozzájárultam, de sok ember adta össze a pénzt, és ezt köszönet érte nekik, és nagyon sokan a szívükön viselik ennek a szimbólumnak a sorsát. Sajnos ez a történet, ez megint tehát annyit foglalkozunk vele, hogy volna annyi más fontos, lényeges kérdés a mindennapjainkban, éppen interpeláció, ugye a fűtőmű, vagy a fűtési rendszer hálózatról. Itt ülhetnénk estig. És mi a probléma alapjában véve? Tehát miért húzódik ennyi ideig ez a dolog? Ugye volt már erre kijelölve egy terület, hogy hol állít. Igen, hát itt megint a... Nagyon fontos, és a turul kapcsán, hogy nem vagyunk én meg főképpen nem vagyok erőszakos ember. Nem vagyok semmilyen militáns katonai vagy félkatonai szervezetnek, szektának, bárminek a tagja. Nincs rámenőség, nincs erőszakosság, nem létezik ez a dolog. Érvek vannak, kérések vannak, helyzetek vannak, amiket szeretnénk megoldani. Ha jól emlékszem, 2013-ban volt egy testületi döntés, az ivólány helyére felállítandó szobor, ami egy konszenzuson alapult, három helyszín közül ez lett az, ami minden fél számára elfogadható volt. Erre elkezdtük gyártatni a posztamenst, hozzá mérni a arányokat, a szobrot, minden, ez csomó pénzbe került. A helyszín, látványterv, bírálóbizottság, zsűri, minden volt, és ebbe maradtunk. Majd ugye jöttek a választások, új kulturális alpolgármestere lett a városnak. Én elmentem hozzá, és kértem, hogy akkor ezt már kész vagyunk, mindennel állíthatjuk fel, és mondta, hogy hát ezt nem. Hát kérdeztem, hogy miért nem. Hát azért, mert most nem részletezném elhangzott beszélgetést, mert már Mende mondta, mert sok embernek sérti a érdekét, sok mindenkinek sok mindent sért, és annak ott nincs helye, nem is volt turulszobor a városban, soha, most ez egy új dolog, most miért akarjuk, rengeteg kérdés fölmerült, semmi olyan nem került napi rendre vagy terítékre, ami igazán ütős érv lett volna. Nem mondanám a részleteket, mert az megint elkanyarodunk, és ilyen veszekedés, meg különböző vitába torkolunk, nem ez a célom. Nem szép részletek, ezt hozzáteszem, és nem is vállalhatók, ne számomra legalábbis. Tehát nem volt igazi érv, csak. De most az a hatalmi arrogancia azért nem szép dolog. Tehát egy olyan 25 éve rendszerváltás után, hogy valaki azt mondja, hogy csak, és akkor hozok 8 aláírást, én meg hozok 16-ot, és akkor elkezdünk mint egy kártyapart, ez egy gyerekes dolog. Én nem hoztam aláírást. Volt egy határozat, szerettük volna betartani, hatalmi lavírozásokkal, addig-addig csürték, csavarták a dolgot, hogy nem, csak, de állítsuk fel a kőhegy alá, vagy állítsuk fel a Kálvária tére. Amit látni kell, hagyományosan a turul olyan közterületre szánt szobor, ahol forgalomban állandó, folyamatos forgalom. Ez nem egy múzeumi darab, hogy betesszük a sarokba, és akit érdekel, majd ránéz. Ez mindig ott kell, hogy legyen egy úgymond a szakralitása, meg az üzenete miatt, ami a vallási kérdésben az ég és a föld között, az Isten és az emberek közötti kapcsolat, de a magyar történelem tekintetében meg egy domináns jelkép. Fölhozták ezt is, hogy bizonyos esetekben ez rossz előjellel jelenik meg. Én nem tehetek róla. Szerintem a turul sem, és a mai emberek sem tehetnek erről. Nem tudunk megfelelően garanciát vállalni a más emberek tetteiért és a rossz tetteiért, vagy mit használtak fel. Ma is használják a turult Nemzetbiztonsági Hivatal katonai kérdésekben, mindenhol láthatjuk, tehát ez egy meglévő dolog. Úgy gondolom, hogy az lenne méltányos, hogy vannak baloldali emberek a városban, aztán vannak jobboldali emberek. Mindenkinek legyen úgymond a maga ízlése szerint egy-egy pont,
mert befogadunk mindenkit nyilvánvalóan, ami számára kedves. Számomra annyira nem kedves a posta előtt, amit látok, meg egyrészt elhanyagolt, most próbálták ott újítgatni, de ennek lejárt az ideje, nem bántok vele senkit. Felújításra szorulna, mert kopottak, nem szépek, nem oda. Én máshova tenném. Tehát ez egész dolgot, és akkor erre jött az, hogy hát akkor lesz egy új szoborbizottság. Ez az új szoborbizottság, vélelmezem, ez egy feltételezés számomra, aki újra fogja tárgyalni, majd meglátjuk, hogy milyen sikerrel. Csak annyit, hogy volt egy rendkívüli testületi ülés, és a rendkívüli testületi ülésnek meg volt az oka, a kulturális Kft. Záró mérlegét tárgyaltuk volna, de azért csak a turult, csak bejött sürgősséggel, azért becsúszott, és én indítványoztam, hogy ezt nem sürgősséggel tárgyaljuk, hanem rendes ülésen. Elvetették ezt az indítványon, de az történt, amit szeretett volna a többség, vagy hát a Fidesz, és én úgy látom pillanatnyilag, hogy a kulturális alpolgármester asszony szívén viseli, hogy az ott ne legyen az a szobor, illetve hát a polgármester úr, hát ő szeretne kompromisszumra jutni nyilvánvalóan a státuszából, meg abból, hogy ő a polgármester. Egyik oldalról van ez az igény, nem egyszerű, tehát nem irigyleme miatt, de mi nagyon szeretnénk felállítani békésen, szerényen, tisztességgel oda ezt a szobrot, ahova a megegyezés, a határozat és a konszenzus rendeltette, és ahol a funkcióját tökéletesen betölti. Mindenkit megnyugtatva, az ivó lány szobra az egy olyan közparkban lenne áthelyezve az örökösökkel, konszenzusba, tehát teljes mértékben sokkal jobb helyen lenne a Bükkös part és a Duna, tehát a torkolatán egy közparkban, egy fűszfa alatt, ahol van közvilágítás, van pad, virágos kert, a tér is megfelelő neki, mert ez nem egy túl nagy szobor, az egy tér, az pont erre meg is néztük, bepróbáltuk, hogy ez hogyan is állna, tökéletesen jó lenne, randi hely, fényképezkedő hely, bármi tekintetben emelni a városnak a kulturális színvonalat, egy színfolt a Dunaparton. Ahogy mondtam is, amikor azt odaállították a 60-as évek elején, 64-ben talán, ha jól emlékszem, akkor más volt a város szerkezet, nem volt 4 sávos út, az autókat ne is beszéljünk róla, nem volt, másképp volt fölépítve az egész dolog. Most nosztalgiában mondják, jaj, szegény ivólány. Hát azért szegény az ivólány, mert nem jó helyen van. Az lenne az igazi, hogyha oda kerülne, ahova most a mai igény szerint a helye lenne. Arról nem is beszélni, és itt megint egy kis le lett mosva, gőzborotával, körbe lett ültetve szépen növényekkel. Én megnéztem, oda mentem, de sajnos azt föl kellene szedni, mert például az alsó talapzata el van repedve. Tehát az idő, fagy, ketté van repedve, azt rendbe kéne tenni. Az, hogy le van mosva, most az rendben is van, már rég le kellett volna. De ezeket a szerkezeti részeket, amit nem látunk, ez egy karbantartást, az 50 év az ivólánynak is. Látszik. Így a beszélgetés végéhez közeledve lassan, ha egy röviden össze tudnál foglalni, mik azok a fő problémák ön szerint most itt Szentendrén, amit sürgősen meg kellene oldani, vagy legalábbis mielőbb elkezdeni a megoldást keresni ezekre a dolgokra. Ugye említette már a 11-es útforgalmát, ez nyilván nagyon sokakat érint, és tényleg egy fontos probléma, ezen kívül mi lenne még? Nagyon érdekes, hát nem akarom hosszúra ereszteni, de most van egy futó dolog a integrált településfejlesztési koncepció, vagy hát nem ezt a szót használjam, ITS-nek hívja, integrált területfejlesztési stratégia. Most, hogy merre haladjunk, mi legyen az irány? Ebbe bevonnak a döntéshozók, illetve aki csinálta, ott van egy kis baj azért vele, tehát megint csak az előző időszak az nincs, most új időszak van, de ebben sem teljesen stimmel minden, tehát ez egy kidolgozásra váró. Elsősorban vannak olyan távlati meg stratégiai fejlesztések, amiket mindenképpen meg kell tenni. Több is van. A városnak ezt a mostani helyzetét, a 11-es út és a becsatlakozó utak, a minőségét hagyjuk. Tehát azt mindenféleképpen azon javítani kell, mert ez nem állapot, hogy tényleg olyan, mint egy tankcsapda, némelyik utca, földutak vannak, vízelvezetést meg kell oldani, rengeteg. De magát a koncepciót,
a stratégiát, azt, hogy mifelé haladunk, mi az irány, mi az, amit szeretnénk követni, és mire fűzzük fel a további cselekvéseket, az most van kidolgozás alatt. Még előző bizottsági tagságom idején egy elkerülő út, mert mindig azt mondják, hogy nem lesz pénz. Lehet, hogy nem lesz pénz, de ha nincs tervünk róla, hogy mit akarunk, akkor van akár mennyi pénz, akkor csak kárt csinálunk. Tehát egy elkerülő útnak a nyomvonala, ami rendkívül logikusan elkerüli a várost, csak azt a forgalmat bonyolítja le, illetve azt a forgalmat közvetítem feltétlen Budapest irányában történik, és megpróbálja a város centrumából kihúzni bizonyos funkciókat. Én már régóta mondom, csak megint egy példa, és itt van a döntéshozatali kérdés, hogy az okmányiroda. Az okmányiroda miért van tumultus? Mert úgy szerveztük meg. Mi a fenét keres az a város közepén, ahova nem lehet parkolni, az épület alkalmatlan, azt ki lehet mondani, kicsike, sorba állnak az emberek, teljesen méltatlan. Tehát hogy merészeljük mi degradálni és az idejét rabolni a polgároknak, hogy ott, mint a verebek állnak szegények sorba, hogy bebocsájtatást nyerjenek az állam egy hivatalába. Az államnak szolgálni kell őket, és lehetőleg minél kevesebb időt elrabolni tőlük. Az államnak oda kell adni azokat az okmányokat, amivel be tudják azonosítani magukat, de nem így. Na most, hogyha csak megnézzük, hogy az okmányirodában jövő emberek hol parkolnak, ugye iskola van, önkormányzat van, közétkeztetést van, gyógyszertár van, egészségügyi intézmény van, meg még egy okmányiroda is. De tehetnénk oda még egy hivatalt, hogy még lehetetlenebb legyen a helyzet. Én erre... Hát a parkolás az amúgy is nem egy egyszerű feladat itt szerintem belvárosba tudnánk. Most akkor előjöttek, hogy kerékbilincs, meg még szankció, meg még tábla, meg még, hát lehet, tehát tábla hátára, táblát, közterületfelügyelőt, kerékbilincset, helikopterről, vízsugár, mindent lehet. De egyet kéne megtenni, megszervezni. Hogy erre ne kelljen sort keríteni ezekre a dolgokra. Szankció mindenkinek rossz, aki adja annak is, aki elszenvedi, hát annak meg még rosszabb. De ha megtennénk azt, hogy például ott a VSRT irodaháza, nem akar, tehát ez is meg, én nekem ez a véleményem. Ott van egy parkoló, viszonylag közel a busz megáll, a busz végállomás, a hév végállomás. Kultúráltan van váró, ha esetleg valakinek netántán az volna, megéhezik ott, meg tud valam, meg tud ebédelni, ha úgy van, amíg várja, de ne várja, mert nem ez a lényeg, hogy várja, hanem gördülékenyen menjen, és egy kultúrált okmányirodát. Az, hogy ez most állami feladat, meg önkormányzati, meg hogy, kinek a funkciója, miért, ez nem ér. Ezt nekünk meg kell oldanunk, meg kellene oldanunk. Itt egy fontos dolog van, hogy az emberek sorba állnak és várakoznak tűzőnapon, metszőszélbe, és azt várják, hogy bejuthassanak egy irodába. Mi oda visszük őket a város centrumába, ahonnan inkább kifele kellene orientálni a forgalmat, nem befelé. És ezt lépésről lépésre, végig gondolva, végig cselekedve meg lehet tenni azt, hogy ez az egész rendszer sokkal átláthatóbb, sokkal logikusabb. Az embert az is bosszantja, hogyha valamit, olyan dolgot csináltatnak vele, ami nem logikus dolog. Tehát kétszer megy az ablakhoz, fizetni megy, visszamegy, ez szervezés kérdése. És a rossz a közérzete, ideges lesz, elkésik innen, elkésik onnan. Tehát a mi feladatunk az, hogy megszervezzük azt, hogy a polgárok, a választók, akik bizalmat szavaztak nekünk, a lehető legtökéletesebben érezzék magukat a saját hazájukba, és minden a komfort szerint működjön, és ne azon kelljen várni, hogy majd, ha egyszer eljön az ideje, akkor aztán meg sorba állás. Tehát ez lehetetlen. Egy kicsit most tegyük félre a politikát, mert van ugye egy új kezdeményezés, amit hát ön nem igazán mint politikusként, hanem inkább mint magánember indított útjára, hiszen a saját lakóházában nyitott egy új szellemi műhelyt Stúdiórum címmel, ahol járt a TV Szentendre is egyébként a múlt héten egy érdekes előadáson. Ennek mi volt a célja, hogy egy ilyen szellemi műhelyt hozzon létre, ahol hát hétről hétre vagy két hetente rendszeresen előadásokat hallgathatnak azok, akiket értek el a történelem? Hát két fontos célja van. Az egyik három, de kettő biztos. Az egyik fontos célja, az embernek van egy igénye a tudás megszerzésére, van egy tisztelet az elődökkel szemben, van egy identitástudata, ami a nemzethez köti, a hazájához köti. Ezeknek a
életben tartása, felerősítése, vagy egyáltalában maga az információ meglegyen. Ahogy szó is volt róla, hogy Pismány, beszéltem is róla, az emberek oda költöznek, mert szeretik valamiért. Én tudom, hogy miért, aki ott lakik, szintén ebbe szerintem nagyjából tudja, oda viszik az értéktárgyaikat, csinálnak kerítést, autóbejárót, netán utat is. Egy csomó mindent megtesznek. Egyetlen egy dolog nincs még ebbe a dologba, az összetartozás, a szellemi. Tehát a vagyoni tőke ott van, a szellemi tőke viszont decentralizáltan soha nem tud összeülni ebben a dologban, mert nincs hol. Ezt a hiánypótolja. A másik dolog pedig az, hogy nekem nagyon engem rosszul, tehát rossz érzésem van, mikor a politika vagdalkozik, hogy jaj, a Jobbik, a szélsőséges emberek, és ha most cuki kampányuk van, emberek alkotnak mindent, pártot, politikai mozgalmat. Milyen emberek, nem lehet kizárni egyikben sem, meg a másikban. Nekünk az a most pillanatnyilag a feladatunk, hogy szeretnénk azt közvetíteni a külvilág számára, hogy a tudás, az intellektus, a hagyománytisztelet és a nemzeti identitás az nem feltétlen fegyverkezés, nem feltétlen masírozás, nem feltétlen különböző szlogenek elvtelen hangoztatása és ebből valamiféle haszon, politikai haszon learatása, hanem a gondolkodás. Tehát attól, mert van egy Jobbik, az nem jelenti azt, mert számukra, ugye a kritikusok száma, hogy jaj, tudunk gondolkodni, el tudunk gondolkodni a problémán, tudunk együttműködni, tudunk befogadni. Ezek semmi helyen nincsenek leírva, hogy ezt, vagy azt, vagy amaszt ne csinál. Érdekes dolog, hozzám egy szót nem szóltak. Tehát ezt most nem tudom másképp mondani, soha nem mondta meg senki. Ezt mond, azt mond, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. Abban a pillanatban ezt megmondaná valaki, nagyon rosszul érezném magam, és valószínűleg nem is csinálnám, mert akkor egy olyan végrehajtó bábú, vagy nem is jó a szó, tehát egy végrehajtó személy lennék, és az meg nem, azt nem szeretném. Tehát ezek mind, az összes kezdeményezés, az összes dolog, nyilván vannak benne társak, az belülről jött, és azzal a szándékkal jött, hogy hagyjuk már ezt az állandó cirkuszt, meg évődést, meg mutogatást. Egyszerűen arról szól a történet, hogy jobbnak kell lenni, meg kell mutatni, hogy ezt lehet jobban csinálni, ebbe lehet újat behozni. A politikában igenis van egy verseny, de ne az legyen a verseny, hogy én mit tudok a másikról előhalászni valahonnan, és azt majd megmutatom, és akkor az a másik lesz a rossz. Engem ez nem érdekel, nem is érdekelt eddig se. Nem rám tartozó dolog, engem az érdekel, hogy lehet előrelépni, hogy lehet jobbá tenni, hogy lehet célszerűbbé, praktikusabbá tenni, és hogy lehet Magyarországot, az embereket összefogni ez alatt a gondolati világ alatt. Érdekes még csak annyit, hogy mindig szó van, most nem akarok Kádár rendszerrel. A Kádár rendszer fölállított egy képet. A Kádár rendszer adott egy keretet, de az emberek, akik azt csinálták, és elhitték, hogy ez majd úgy lesz. A 70-es évek vívmányai, az akkor dolgozó, akkor élő derékhad munkájának köszönhető. Nem lehet kisajátítani, nosztalgiával se, hogy mert akkor ő megadta a keretet, sajnos volt benne, hagyd nem minősítsem, hiba, meg tévút, meg mi egymás, de az emberek munkája, akkor is dolgoztak sokat emberek. Olyan szintre emelte a magyar gazdaságot, a magyar megbecsülést, a mezőgazdaságot, ipart, hát gondoljunk csak egy picit bele, hogy szinte azt lehet mondani, hogy mesterségesen nem fejlesztették tovább. Vagy puszgyártás, gépgyártás, hajó, motorvonat, mert megnézünk egy korabeli újságot, és látjuk, hogy olyan műszaki csodát, sok se lehet, biztos ez is volt, hát nyilván ez is benne van a pakliba, de olyan csodákat tudott művelni ez az ország. És ugye itt megint visszatérve egy picit a kultúrára, meg a lehetőségekre, itt van az a hatalmas pince, lehet, hogy ez a építés, a hobbim. Régen volt az Öldértnek a tárolója. Senki nem gondolkodott még azon, pont ugye beszélgettünk róla, hogy ezt föl kéne újítani, a Pátriárka utcáról beszélek, egy-két lámpával ellátni, és egy kipróbálni legalább, hogy működik. Mindenki szalad egyfajta egy irányba, és amink van, és itt van, tehát itt a miénk, hát az ott az annyira nem érdekes. És
Erre kellene nyitni, mert a kultúra építészetbe, zenébe, festészetbe, mert ki van ilyen festők városa is, de van benne szobrász, textilművész, filmrendező, színész, van benne biztos cirkuszi akrobata is, mert az is egy művészet, de ez mindenki, tehát ez a kultúra, ez egy olyan spektrum, hogy kinyitjuk a legyezőt, és még mindig nyitjuk, már körbe tekertük, és mindig találunk rajta egy-egy pontot, ami érdekes lehet. Specifikusan kijelenteni lehet, csak hogy a többi is benne van a pakliban. Most mi arra vállalkozunk, ezzel a szellemi műhelyen, hogy ezt a legyezőt pontról pontra, minél szélesebbre nyitva, mindegyik oldalát, nem zavar minket az, hogyha az előadó nem nemzeti, jöjjön, mondja el, végighallgatjuk azt is. Az sem zavar, hogyha az előadó teljesen más mond, vitatkozni fogunk vele, és elmondjuk az álláspontokat. Nincs bezárva az ajtó, nincs ki, hogy ide csak férfiak, nők, vagy ilyenek, vagy olyanok jöhetnek be. Azt kinyitjuk csütörtökönként, este meg becsukjuk. Ennyi a történet lényege. Hát nagyon sok sikert kívánok ehhez a kezdeményezéshez, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük Önöknek is a figyelmet, és egyébként a Studio Room előadásait, a következő soron következő program, részletes programot megtalálhatják a Facebookon is. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!